Jól sikerültek az Árpád Fejedelem Általános Iskola 8-os diákjai által írt írásbeli vizsgák. A központi felvételi során a 72 árpádos diáknak az iskola igazgató szerint a matematika ezúttal is jóval nehezebbnek bizonyult, mint a magyar írásbeli. Az előrejelzések és a tapasztalatok szerint az üllői 8-osok harmada szakiskolába, másik harmada szakközépiskolába és szakgimnáziumba, míg a harmadik harmaduk gimnáziumba jelentkezik. Túl vagyunk a tanév legnehezebb időszakán a 8-osok szemszögéből, ha nézzük a dolgokat, hiszen azért nekik mindig a központi írásbelén való jó megfelelés az, ami meghatározza nem csak a tanévet, hanem ugye a következő éveket is, hogy milyen középiskolákban fognak tanulni. A 74 8-osunk közül 72-en írták meg a központi írásbelit. A matek és a magyar is azért elég jól sikerült, azt tudom mondani, voltak olyan tanulók, akik matematikából 40 pont felett ti teljesítményt hoztak a 8. Z-osztályból. Ami tendencia, hogy azért a matematika még mindig úgy érzik a gyerekek, hogy jóval nehezebb, mint a magyar. És ennek tükrében kérdezem azt is, hogy az árpádosok hova mennek tovább tanulni, arányaiban mennyien vesznek részt szakiskolában, illetve a szakgimnáziumban, a gimnáziumban hogyan oszlik meg a továbbtanulók aránya? Majd a továbbtanulási lapokat a kollégák a héten fogják aláíratni a szülőkkel, illetve bevinni a rendszerbe. Ezután fogok tudni teljes képet mondani, de azt tudom mondani, hogy az előrejelzések alapján, illetve az elmúlt évek tapasztalat alapján azt tudom mondani, hogy az egyharmada a diákjainknak szakiskolába megy, a másik kétharmad pedig szakközépiskolában, szakgimnáziumban, gimnáziumban folytatja a középiskolai tanulmányait.